Garami József mosolyog, gratulálok a jubileumi győzelemhez. Kihozta magából a csapat a maximumot ma ezzel a 2-0-ás győzelem? Hát ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, mert úgy gondolják, akik kívülről nézték, hogy ez egy könnyű mérkőzés volt. Nagyon jó védekezett a Nyíregyháza, és azt jelenti, hogy nagyon sokszor 7-8 emberrel védekezve, ráadásul jó kontrázott, tehát nem volt egyszerű a dolog. Ezért annak örülök, hogy végül is türelmesen játszottunk, és azért jött a gól. Persze a második félőben kevés volt az a helyzet, amit ki tudtunk alakítani, és ebből kellett volna több. 10 meccs, 24 pont. Zsinórban az 5. meccsét nyeri meg az MTK, hazai pályán még 100%-os. Ezt most már nem lehet véletlen, vagy nem lehet ilyen kijött eredmények. Miben ennyire erős ebben a szezonban az MTK ön szerint? A játékosok fegyelmezetten játszottak a mérkőzéseken, hát volt egy-két kivétel, annak meg is lett az eredménye. Úgy gondolom, hogy nem csak erről van szó, hanem korábban is volt egy jó pár mérkőzés, amit megnyertünk. Örülök neki, de a támadó játékban feltétlenül kis frissítés kell. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer a győzelemhez, és a rengeteg győzelemhez egymás után. Természetesen itt van Csábi József is, a Nyíregyháza vezetőedzője. Az ő véleményére is kíváncsiak vagyunk, főleg azért, mert az elején nagyon-nagyon sok hibával játszott a Nyíregyháza. Nem elég koncentráltan érkezett erre a mérkőzésre, vagy ez a maximum, ami most benne van a játékosokban? Hát én inkább úgy mondanám, hogy több sebből vérzünk, hát 17 embert tudtam nevezni a mai mérkőzésre. Ugye a Bajzát Peti is megérezte a héten a lábát, külön edzett, nem edzett. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk egy kicsit más játékot kellett játszani, mint amit idáig játszottunk. Próbáltunk a biztonságra helyezni a hangsúlyt, és ez, azt kell, hogy mondjam, hogy majdhogy nem jó is volt. Bebizonyosodott, hogy támadó nélkül azért ezt a sportágat nagyon nehéz csinálni, űzni, és megmondom őszintén, hogy hát az MTK-nak kiváló támadói vannak, ennyivel talán megnyertük a mérkőzést, ugyanis a semmiből rúgta gólt. A Torkeles annyi, nyilván a Torkeles annyi, tehát ő ennyivel tudott egy villanásra előnyt szerezni az MTK számára. A második félidőben mozgosítottunk energiáinkat, közel álltunk az egyenlítéshez, aztán nyilván egy kicsit már kinyíltunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, mondom, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, sok sérültünk van, mondom, tehát kevesen voltunk a mai mérkőzésen. Már végén nem is tudtam már támad előrefelé cserélni sem, pedig kellett volna. Sajnos. Révész Bálint tulajdonos a héten el is mondta, hogy a közeljövőben változások várhatóak a játékos keretben. Ugye a támadó posztot említette ön, de ki az, akire a leginkább szükség lenne, és melyik posztokon várható még akár csere, akár újonnan érkező a Nyíregyházába? Hát most neveket egyelőre nem szeretnék mondani, mert ugye ebben az időszakban nagyon nehéz igazolni, de mindenképpen kell, mert egyrészt mondom, kevesen vagyok, még látható volt, tehát azért amikor kellett volna egy picit frissítenem előrefelé, nem tudtunk, tehát ettől függetlenül én azt gondolom, hogy derekasan helyt álltunk egy élcsapat ellen, csak sajnos ebből már kezd elegem lenni, hogy mindig csak ezt mondom, mert valóban tényleg mindenki ellen, tehát soha nem vallottunk szégyen, szimpatikus vesztesek vagyunk, de hát ezt most már ebből ki kell bújnunk, ebből a bőrünkből, ebből a szerepből.